Hiába csak most indult az új évad, a balettteremben nincs megállás, folyamatosan próbálnak és gyakorolnak a táncosok még akkor is, ha ezeket a mozdulatokat és jeleneteket már több ezerszer elpróbálták. Egymást érik a győri balett fellépései, most éppen Keszthelyre, Budapestre és Pécsre mennek, hogy elkápráztassák az ottani publikumot is. Nagyon nagy öröm, hogy újra Keszthelyen, tehát a holnapi nap lépünk fel a Keszthelyi táncpanorámán, mi nyitjuk meg a Keszthelyi Fesztivált. Fontos ezek a vidéki kulturális fesztiválok, nagyon fontos, hogy eljussanak olyan területekre a táncművész jeles képviselői, akik nagyon ritkán tehetik meg, ennek különböző okai vannak. Külföldre is sokat megy a társulat ebben az évadban, a szinte már szokásos német és olasz turné mellett különösen nagy kihívás lesz a régóta várt bécsi és moszkvai fellépés. A balett igazgatója szerint fontosak ezek a megmérettetések, mert minden sikeres külföldi bemutató egy újabb meghívást hozhat a csapatnak. A Collegium Hungaricum szervezésében és támogatásával a múzeum kvartjérbe lépünk fel. Bécs magyarországi nagykövete és a Collegium Hungaricum igazgatónője szeretne nemzetközi diplomatákat, tehát Bécsben akreditál diplomatákat és olyan személyeket meghívni, tehát egyrészt egy protokoll előadás is, másrésztről pedig egy nyitott, tehát jegyeket lehet vásárolni, úgyhogy ez inkább egy ilyen kulturális, magyar kulturális misszió. Korábbi sikerdarabokkal járják a világot a balettosok, közben pedig már javában próbálnak az őszi bemutatóra. Velekei László skarlát betűje nagy durranás lesz, bár egyelőre még keveset lehet róla tudni. Ennek van egy nagyon erős üzenete is, és én nagyon boldog vagyok, hogy ebben azért elég merészek vagyunk, ugye már a kezdete óta, hogy olyan irodalmi művekhez, vagy olyan zeneművekhez merünk nyúlni, ami hát óriási kihívás és nagy elvárás. Megpróbálunk természetesen minden műhöz tisztelettel hozzányúlni, de egy kicsit átgondolni is. A skarlát betűt november 8-án láthatja majd először a közönség, de a próbák utolsó fázisába híradónk is bepillanthat. Terveink szerint valamikor a jövő hónapban megmutatunk néhány jelenetet, a nehéz témát feldolgozó, a könyvet és a filmet is ötvöző, de mégis valami teljesen más élmény nyújtó darabból.